Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy általános jóslás. Ezt a jóslást sorskerék jóslásnak hívom, hiszen itt a sors utunkról van szó. Oda kell arra figyelni, hogy van lelkünk. És a lelkünk kiválasztott egy sors utat. És ha hallgatunk a belső hangunkra, akkor mindig tudjuk, hogy mi az irány, milyen változások lesznek, hiszen a lelkünk ezt tudja. Hiszen a lelkünk az mutatja a bölcsességet. Oda kell figyelni a belső hangunkra. Az élet útunkon gyakran vannak sorsdöntő események. Sorsdöntő találkozások, döntések, változások. És pontosan erről van szó ennél a sorskerék jóslásnál. Milyen sorsdöntő események várnak most rád? Ha odafigyelek az asztrológiára, akkor Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak gyakran ilyen sorsdöntő események. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a kivetést, a díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt, ahol megnézzük Szaturnusz bolygó hatását, akkor a díjam 10000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, mire kell odafigyelni, milyen sorsdöntő események várnak rád. Itt ez a kép jelenti a változásokat, és te evezel, te irányítod az eseményeket. Itt az egyik partot már elhagytad. Itt is látható a könnyek mezeje, és ezt már lezártad. Te evezel egy új irányba, egy új part felé. Itt is látható, hogy lezársz valamit, van egy új irány. De az új part még nem látható, hiszen benne vagy egy átmeneti időszakban. Itt is látható a mozgás, előre mennek az események, vannak lehetőségeid. Tehát biztos, hogy most lesznek változások. Ez lehet munkahelyi változás, ez lehet költözködés, vagy valami megváltozik a hozzáállásodon, vagy valami változik a párkapcsolatban. Itt láthatóak az érmék, utal a jólétre, a gazdagságra, az értékekre, de ez nem a tiéd, hanem úgy figyelgeted másoknál ezeket a témákat, és úgy gondolod, ők megérdemlik azt, hogy szerencséjük legyen. De ne hasonlítsd össze magadat másokkal, hanem vedd kezedbe az érméket. Hiszen nálad is megvan a tudás, a tehetség, értékes vagy arra, hogy te is boldog légy, hogy valami változzon a sors utadon. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt az élet nyújtja neked a lehetőségeket, fogadd el, hiszen megérdemled. Itt látható a könnyűség, de azért ne légy könnyelmű. Ne játszd el a lehetőségeket. És itt a varázsló segít neked. Vagy te vagy ez a varázsló, hiszen megvan ez a varázslatos kisugárzásod, és magadhoz vonzod azt, amit elérni szeretnél. Itt voltak a múltban nehézségek, kihívások, vagy mások támadtak téged, de
itt megvan a győzelem, ezt lezártad, elhagyod ezt a partot, elhagyod a könnyek mezeit. És itt láthatóak az álmaid, a vágyaid, az elképzeléseid. Tehát vannak azért tervek, nem kell mindent azonnal elintézni, hanem válasz ki egy kelyhet, egy álmot, egy lehetőséget. Miután ezt elérted, hiszen az élet nyújtja számodra ezeket a lehetőségeket, akkor jöhet a következő lépésről lépésre, és a mágikus, a varázsló segít neked, vagy egy szertartás segít, vagy nálad van ez a varázslatos erő. És ez volt a sorskerék jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!